A régi és újabb táblók váltják egymást a nyíregyházi vasvári folyosóinak falain. 1921-ben Királyi Katolikus Főgimnázium néven a város második gimnáziumaként nyitotta meg kapuit az intézmény, amely idén ünnepli centenáriumát. Kedves vasváris diákok, kollégák, kedves vendégeink! Szerdán ünnepélyes megnyitóval indították el az új tanévet, amelyen korábbi pedagógusok is részt vettek. Az iskola vezetése folyamatosan a fejlődésre törekedett az elmúlt 100 évben, és arra, hogy modern képzési struktúrát biztosítson az itt tanulók számára. A legrégebbi tagozatunk az énekzene, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a művészeti képzés alapját jelenti a magyar orientációval együtt. Komoly tradícióval rendelkezik a testnevelés tagozat, hiszen Európa bajnokok, olimpikonok, világbajnokok kerültek ki az iskola falai közül, és hát a megújulással együtt jár az, hogy informatikát, nyelveket, emelt szintű biológia, kémia tanulás is zajlik napjainkban az iskolában, és az elkövetkező években is azon leszünk, hogy minden olyan korszerű formát oktassunk itt az iskolában, amire igény van. Az intézmény a város közösségi életében is fontos szerepet vállalt az elmúlt évtizedekben, hangsúlyozta Nyíregyháza polgármestere a rendezvényen. Beszédében kiemelte, a közelmúltban megtörtént az iskola teljes felújítása, távhővezetékre kapcsolása és a sport infrastruktúra is jelentősen fejlődött. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár volt testnevelés szakos tanulóként mondott köszönetet egykori iskolájának. Mindenkinek megvan az a tehetsége valamiben, akár énekzenében, akár nyelvérzéke, akár a sport területén, vagy akár a katonai szolgálat teljesítésére való rákészülésnél, hogy támogatni kell azt a tanulót, diákot, aki valamilyen területre úgymond ráadja a kis fejét, és meg akarja mutatni magát azon a területen belül. Én ezt kaptam meg az iskolától, hogy igenis támogattak a céljaim elérésében. Az ünnepség végén az iskola zászlajára tűzték a centenáriumi emlékszalagot, ezt követően pedig újraavatták és megkoszorúzták azt az emléktáblát és domborművet, amely a gimnázium névadójának állít emléket. Berki Nándor alkotása eddig az intézmény másik oldalán volt elhelyezve. A 100. tanévet 723 tanuló, köztük közel 209-es kezdte meg az iskola 20 osztályában.